Több helyen az üveget golyóálló üvegre cserélték, mert látták a visszaélésszerű használatot, fogalmazott a BKK vezetője, és szerinte nem egyszerű diákcsinyről, hanem egy sokkal szervezettebb támadássorozatról kell beszélni. Azt az etikus hackert pedig feljelentették, aki felhívta a figyelmet a rendszer sérülékenységére. A stúdióban Dabóczi Kálmán. A BKK vezérigazgatója, jó estét kívánok! Először rögtön tisztázunk valamit. Sorozatos támadások érték a rendszert, vagy egy támadás érte az etikus hackeri, aki mindezt azért tett, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy valami nem stimmel, és lépjenek, de gyorsan. Ehhez képest, hogy feljelentették, erről majd még úgy is beszélünk. Szóval itt sorozatos támadásra állnak szemben? Ebben nagyon hosszú bevezető mondatban volt több olyan tétel, amit tudok igazolni, mégpedig, hogy sorozatos támadás érte a BKK-nak az új szolgáltatását, amit a egyik Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatója üzemeltet. Ő garantálja ennek a rendszernek a rendszer szintű működését, biztonságát. Jól garantálta? Biztonságban volt a rendszer? Ez az ő felelőssége, hogy ezt kimondja, hogy biztonság volt. Mi pont azért, hogy felelősen járjunk el, amikor ezt múlt csütörtökön elindítottuk, akkor külön nyilatkozatot irattunk vele alá, hogy semmiféle akadálya nincsen annak, hogy ezt az utazóközönség felé kinyithassuk. Mi is leteszteltük ennek az utas oldali, illetve háttér funkcionalitását. Arra nem számítottunk, és ez föl lehet róni, úgymond hibaként, hogy ilyen méretű támadás indul az oldal ellen. Ha jól értem, akkor most azt mondja, és nyugodtan mondhatja, hogy fel tudja emelni a kezét, mert nem önök felelnek az informatikai rendszerért és a programért, magáért, ami ilyen módon most csődöt mondott, aztán arról is beszéljük majd, hogy csődöt mondott-e, hanem, már azzal is a fejét értem, de majd megbeszéljük. Hanem az a T-Systems, amelyik a rendszert működtet, és amelyik korábban azt garantálta, hogy ez a rendszer biztonságos. Majd kiderült róla pár órányi üzem után, hogy egy frászt. Ugye? Jól fogalm össze? Kicsit sarkosan, de van benne igazságtartalom, főleg az első részében. A struktúra úgy néz ki, hogy a BKK megrendelte egy szolgáltatást komplett, semmi beruházási forrást, fővárostól többletköltséget nem igényelt, kompletten szolgáltatást vásárolunk, annak minden alaki kellékével együtt. A T-Systems pedig garantálta, hogy ez a rendszer megfelelően, a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően alkalmas. Nekünk az ügyfelek felé van egy nagyon komoly felelősségünk, és ezért én nem tudom megtenni azt felelősen, hogy fölemelem a kezem, hogy más a hibás. Az, hogy az ügyfeleknek nem tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani, azért igenis nekem kell beleállni a történetbe, és nekem kell azt mondanom, hogy elnézést kérünk az utasoktól, ha ez nem úgy működik. Önök felé az egy jó teljesítés, hogyha valaki 300 kilométerre, bár az interneten ez teljesen lényegtelen, de mégis 300 kilométerre Budapesttől 50 forintért vesz egy budapesti bérletet? Azt, hogy 50 forintért vett, erre irányuló kísérlet volt. A rendszer egy bizonyos fokon egyébként ennek a belső automatizmusa jelentette és jelezte erre irányuló kísérletet. Ezzel érvényesen nem tudott volna részt venni az utazásba, ki kitiltásra került. Jó, de ettől még azért nagyjából látszik, hogy ez a rendszer ez nem volt egészen épp minden elemében. A fiatalember, aki ezt megtette, szólt, jelzett önöknek. Mi az ő bűne? Miért jelentették fel? Ahelyett, hogy megköszönnék neki, hogy segít. Történet megint mondat egyik része tartalmaz igazságot, másik valószínű tévedésen alapul, jelezett felénk. A jelzés az azt jelenti, hogy egy olyan e-mailre válaszolt első körben, amely levélre oda van írva, hogy kérjük, ne válaszoljon, mert ez egy technikai e-mail, nem olvassuk, egy olyan postafiókba megy. Nem arra volt az e-mail címre, de próbálkozott. Próbálkozott, de az információ nem jutott el hozzánk akkor abban a fázisában. Egyébként mi is észleltük ezt a fajta biztonsági kockázatot. A T-Systems saját hatáskörben lépett is, ezeket a fejlesztéseket végrehajtotta, ezeket a lehetőségeket bezárta. Én arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mindenki etikus hackerként született ma Magyarországon az elmúlt hétben, és így ébredt föl. Az én megítélésem ettől jelentősen eltérő. Vélhetőleg ez így ebben a formában lehet, nem is igaz. Jogi vénám mondatja velem azt, hogy én sokkal óvatosabban bánnék ezekkel a fogalmakkal. Az ember kinyitja a büntető törvénykönyvet, hogy nagyon súlyos tényállások vannak, hogy mit jelent az informatikai rendszerekkel szembeni bűncselekmények. Én ezt nem kívánom minősíteni, egyébként nem a BKK, hanem a rendszert üzemeltető T-System jelentette föl az érintettet. Pont ez mutatja azt, hogy ő garantálja a rendszer, ez nem a BKK rendszere tekintetében. Na de hogyha ez a rendszer ez éles volt, üzembe került, és ennyire könnyedén valaki túl tudott járni az eszén, akkor az a rendszerre valami mégsem stimmel. Az a hír járta, hogy kiszivárogtak személyes adatok, különböző vásárlók kötelezően megadott adatai. Ez igaz? Nekem nincs tudomásom arról, hogy ilyenfajta kiszivárogtatás, nyilvánosságra jutás megtörtént volna. Semmi ilyen típusú jelzést, információt a szolgáltatótól nem kaptunk. Arra hívnám még fel a figyelmet, hogy természetesen az adatvédelem területén vannak olyan biztonsági beállítások, szintek, amiben lehet
körültekintően, meg még körültekintőbben eljárni. E területen mi is levontuk a tanúságot, és kértük a TSZ-szemet, hogy egy még fokozottabb védelmet állítson be. Jelszómódosításra is szó került, sor került, 8-ról 10 karakterre kellett bővíteni. Ezekkel az intézkedésekkel próbáljuk fokozni folyamatosan nem csak a szubjektív, objektív biztonsági érzetet is, hiszen ez sokszor fejben dől el, hogy mi mennyire biztonságos. Kockáztattak, amikor bevezették az online bérletértékesítést? Készen állt ez a rendszer? Miért kellett kapkodni? Mondják sokan, hogy ez egyik pillanatra a másikra vezetteted be, anélkül, hogy igazán elő lett volna készítve, önök igazán hírt adtak volna róla korábban. És ugye nagyon sokan várják az online jegyrendszert, hogy ez nem az ráadásul. Ezzel kötik össze mégis sokan. Szóval elő volt ez készítve? Én úgy érzem, hogy nagyon feszített tempóba hajtották végre a projektet, a szállító vállalta, hogy ezt ennyi idő alatt ezzel a funkciótással le tudja szállni. Egyetlen egy szempontot érdemes figyelme venni, ezt tegnap sajtótájékoztatón is részletesen kifejtettem, most két mondatba összefoglalnám. Ahhoz, hogy 2017. szeptemberben a családoknak, felhasználóknak egy olyan funkcionalitást tudjunk adni, hogy az értékesítési csatornánál, iskolában, évelei bérletvásárlásnál problémamentesen, stresszmentesen, sorbaállásmentesen, készpénzmentesen és papírmentesen végig tudják élni azt, hogy hozzájutnak a bérletekhez, ehhez egy működő rendszernek kell lennie. Ahhoz, hogy ez egy bevezetési időszak után tényleg igazán élesben induljon, az éles alatt azt értem, hogy robosztusan, kezdeti gyerekhibákat kinőve, mert minden informatikai rendszernél vannak ilyenek, vissza lehet számolni, ez pontosan július közepére esik. Ezért feszítettük, és ezért szerettük volna, hogy ez határidőre meglegyen, pont azért, hogy augusztus végéig legyen idő, hogy a rendszer kiforja magát. Hát akkor visszakanyarodhatunk etikus hackerünkhöz. Hát akkor most hálásnak kellene lenniük, mert hogy pont azokat a gyerekbetegségeket szűrte ki, amivel ezek szerint korábban a szakemberek nem boldogultak, nekik nem tűnt fel. Uh-huh. Nem? Bizonyos értelemben azoknak, akik jó szándékkal jeleznek fölünk, igenis hálásak vagyunk, és külön mi hívtuk fel a figyelmet, hogy bármilyen típusú továbbfejlesztésre vagy biztonságra vonatkozó javaslatuk van, keressenek meg minket, és köszönjük szépen ezeket a konstruktív észrevételeket. Hozzám is jutott be személyesen számos ilyen, hogy neki lenne még olyan ötlete, hogy mit lehetne csinálni, hogy még biztonságosabb legyen. Ezeket továbbra is gyűjtjük, földolgozzuk, és szeptemberre egy olyan rendszerre fogunk már egy továbbfejlesztett változattal kiállni, ahol a biztonsági szint, és ami még fontosabb, az utasok által igénybe vett szolgáltatásnak a komfortja, ergonómiája és sokkal magasabb szintet fog elérni. Most akkor jól értem, azt mondja, hogy ami most elérhető az interneten keresztül, azt azért olyan nagyon ne erőltessék a felhasználók? Várják meg ezt a szeptemberre megjelenő sokkal biztonságosabb, komplexebb rendszert? Felelősen azt tudom mondani, hogy ez a rendszer bevezetésétől kezdve teljesen normálisan működött, rendeltetésszerű használatra alkalmas volt. Mutatja ez azt is, körülbelül 5000 regisztrált felhasználónk volt, több mint 800 bérletvásárlás volt, majdnem 6 millió forint árbevételnél tartunk jelenleg, tehát működik. Én nem várom és nem is akarom, és ezért nem kommunikáltuk előre, hogy hirtelen egy akkora nagy kereslet zúduljon rá erre a felületre, ami egyébként a normál bevezetés tapasztalatgyűjtés időszakát irracionálisan megterhelni. Nem titokba vezettük be, de az éles rendszert élesben úgy, hogy ennek egyébként is ez egy nagyon fontos szempont, az ellenőrzési folyamatai is begyakorlásra kerüljenek, mert ugyanis ennek egy része az, hogy vásárlunk, másik része az, hogy az ellenőrök milyen készülékkel és hogyan ellenőriznek, és ott bizony nagyon komoly edukációs feladataink vannak. Meg kell tanítani őket arra, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tudják már? Volt előzetes képzés, és menet közben is több körben oktatjuk és képezzük folyamatosan. Ezen a területen valóban van lemaradásunk, igyekszünk ezt minél gyorsabban behozni. Hát akkor mégis egy kicsikét korai volt ez a dolog, de örülök neki, hogy jól haladnak, és akkor hát kíváncsi vagyok a szeptemberi nagy próbát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.